Egy mai dátum, 2007-09. Olvasható és egy aláírás. Egymás után érkeztek a sikeres záróvizsgát tett hallgatók a Nyíregyházi Egyetemre, a délelőtt folyamán vehették át a diplomájukat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Máté Ágnes a Nyíregyházi Egyetem Sporttudományi Intézet testnevelő edzőszakán végzett, ő is csütörtökön vette át az oklevelét. Most az utolsó fél évenben csináltam meg a szakdolgozatomat is, és most készültem az államvizsgára is. Hát igazából nekem jó volt, én katona vagyok, úgyhogy most kint vagyunk a párommal külföldön, és akkor odakint tudtam készülni rá elég sokat. És igazából zökkenőmentesen zajlott minden, megkaptam a kellő segítséget itthonról folyamatosan, attól függetlenül, mert külföldön voltam, nagyon sokat segítettek, úgyhogy ezért szerencsére ötös lett mind a kettő. A Nyíregyházi Egyetemen június 17-e és 19-e között szervezték meg idén a záróvizsgákat. A járványhelyzetben volt, akik online is befejezhették a képzésüket, de a legtöbb hallgatónak kötelező volt a személyes jelenlét. Őket konkrét időpontra várták, és a kötelező óvintézkedéseket is betartották. 717 hallgató tett sikeres záróvizsgát, akik ezen a héten 6. és 10-ek között vehetik át az okleveleiket a Nyíregyházi Egyetem Besenyei aulájában. Természetesen nem tettünk le arról, hogy ünnepélyes keretek között adjuk át ezeket az okleveleket. Terveink szerint szeptemberben, a mostani terv szerint szeptember 19-én megtartjuk az oklevél átadó ünnepi szenátusi ülésünket. Miután a hallgatók átvették a diplomát, arról is nyilatkozniuk kellett, hogy részt vesznek-e a hivatalos diplomaosztó ünnepségen. Az eddigi arányok azt mutatják, nagyjából a tanulók fele szeretne ott lenni a szeptemberi oklevél átadó ünnepségen is. A diákok a Neptun rendszeren keresztül kapnak majd értesítést a további teendőikről.